música. Írország ad otthont az egyik legnagyobb presztízsű nemzetközi zenei eseménynek. A Wexford Opera Fesztivált most 64-szer rendezték meg. Egyedülálló a célja, újra felfedezni olyan mesterműveket, amelyek méltatlanul feledésbe merültek. Az újból életre keltett operák közt idén szerepel a Le Pré au Clair. Ferdinand Hérold műve a francia vígopera műfajába tartozik, amelyben a szövegeket zenével és énekes részekkel vegyítik. Az opera Isabelle és Baron de Mergy szerelmi történetéről szól. A két főhős protestáns a 16. századi Franciaországban, amelyet sokkolt a Szent Bertalan éjszakáján történt mészárlás. A férfi elszánt, de természetesen nagyon óvatos a mészárlás után, de szerelmes. Olyan személyiség, kicsit olyan, mint Clint Eastwood. Nyugodt, de nem érdemes vele újat húzni, mert képes meghalni azért, amiben hisz. Isabelle de Montale zabolátlan, szenvedélyes, egy kissé vad. Ő az egyetlen protestáns a francia udvarban. Amikor elkezdtünk dolgozni a karakterén, egy cowboy-szerű lányra gondoltunk, aki arról álmodik, hogy fut a mezőkön, de bebörtönözve érzi magát az udvarban, kényelmetlen ruhájában. Nagyon viccesnek találom, hogy egy cowboy és egy Clint Eastwood vagyunk, mint egy westernben. Számomra ez az opera jelentős újrafelfedezés. Ez a darab Bizet Carmenje és Gounod Faustja előtt a francia repertoár kiemelkedő eleme volt. Ma az a kihívás, hogy modernné tegyük, frissé, élővé. Hérold zenéje azonban túl jó. Rossinire vagy Weberre emlékeztet, és remekül megmutatja a francia romantikus zeneszerző eredetiségét. Ez olyan előadás, amelyet igazán élvezni lehet. Átadhatjuk magunkat a zenének. Isabelle nagy áriáját rendkívüli énekelni. Gyönyörű, virtuóz darab. Ez olyan opera, amely vegyíti a vallásháború keménységét, amely sajnos még manapság is oly jellemző, a szerelem könnyűségével, az intrikákkal, hogy két szerelmest összeadjanak. Rendkívüli darab. Marier deux amants, donc c'est une pièce extraordinaire. C'est vraiment une pièce extraordinaire.